Szeretettel köszöntöm az észak-hírországi keresztény testvéreimet, és mindenkit, aki a világ bármely részéről a képernyők előtt velünk egy online gyülekezeti közösséget alkot, az ige szavával köszöntelek benneteket. Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Advent negyedik vasárnapján, Isten tiszteletünkön, a Tesszalonikai levélből köszöntelek benneteket, az 1 Tesszalonika 5.16-18-ból, mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Ámen. Nehéz időket élünk, és egy nagyon nehéz adventet köszöntünk 2020-ban. Hívő keresztény embernek kérdése, gondolata, óhaja, sóhaja, és igen, kérdése, hogy joggal, hogy lehet-e örülni ennek a mostani adventnek, érdemes-e örülni, hogyha igen, akkor hogyan örüljünk, hiszen látva ezeket a nehéz időket, az eseményeket, ugye, ami rajtunk kívülállóak, vajon hogyan reagál, mi a reakciója a hívő keresztény embernek. Hiszen nagyon jól tudjuk, látjuk, és sokszor hívő emberként is megéljük, hogy beleesünk abba a hibába, hogy panaszkodunk. De vajon mi az Úristennek a válasza? Mi az útmutatása arra tekintettel, hogy ilyen nehéz időkben lehet-e, van-e miért örülnünk? Ennek a témakörét, ennek a gondolatmenetét fogjuk most boncolni, és köszönöm szépen Sáfrány Zoltán testvéremnek, aki mai nap fog szolgálni közöttünk. Köszönöm, hogy elvállalta, és köszönöm, hogy Krisztus üzenetét boncolgatja, boncolgassuk hát együtt. Érdemes tollatpapírt nyugodtan elővenni, Bibliát is, hogy elmélkedjünk rajta, beszélgessünk róla. Még egyszer nagyon szépen köszönöm Zoltán testvéremnek, és életére és munkájára, valamint családjára Isten áldását kívánom, és kérünk akkor téged, hogy hozd most az üzenetet, amit Krisztus a szívedre helyezett. Köszönöm szépen! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Mostani adventi istentiszteletünket kezdjük meg énekszóval, a 312. dicséretet fogjuk együtt énekelni, illetve meghallgatjuk Csaba előadásában. 312. dicséret első, második és negyedik verszakát. Az első verszak így kezdődik: várj ember szíve készen. Betérkózhatok ő. Hol
Most pedig hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged a te végtelen szeretetedért, amelyben megőrzöl bennünket nap mint nap. Megköszönjük neked ezt a mostani alkalmat, hogy ha személyesen nem is, de a számítógépek és a telefonok képernyőin keresztül a te lelked által mégis együtt lehetünk. Megköszönjük neked a lehetőségét annak, hogy a te igédre figyelhetünk, és imádkozunk, hogy a te szent lelkedet áraszt kiránk, töltsd be a mi szívünket a te lelkeddel, és ő készítsen bennünket az ige hirdetésére, az ige hallgatására, és annak szívünkbe fogadására. Kérünk, hogy áldj meg valamennyiünket a te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján szólni kívánok most hozzátok. A Zsoltárok könyvében van megírva, a Zsoltárok könyvéből, a 100. Zsoltárból olvasom Isten igéjét. A 100. Zsoltárból a következőképpen szól az ige. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljünk egy éneket. Ez nem a református énekeskönyvben található, hanem az Énekeljünk az Úrnak című énekeskönyvben, a Megdeszes vagy Bordó énekeskönyvben, és így kezdődik: Menjetek be kapuin hálaadással. Thank you.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves észak-írországi testvérek! Egy újabb alkalmon vagyunk együtt, adventben járunk, karácsonyra készülünk, és ennek kapcsán nagy örömömre szolgál, hogy Isten igéjével szolgálhatok felétek. Ahogy hallottuk is az igéből, arra buzdít bennünket, hogy újjongjunk és örvendezzünk az Úr előtt. Mi is igazából ez az öröm? Mi ez az újjongás? Annak idején, jó pár évvel ezelőtt részt vettem Magyarországon egy jobb agyféltekés rajz tanfolyamon. Az egésznek a lényegét úgy tudnám összefoglalni, hogy másfajta látásmóddal közelítjük meg azt, amit szeretnénk lerajzolni. Tehát, hogyha egy szájat szeretnénk rajzolni például, akkor nem magát a szájat rajzoljuk le, mert hogy a fejünkben sztereotípiák vannak ezzel kapcsolatban, és így sokkal nehezebb ezeket levetkőzni, hanem igyekszünk csak azt rajzolni, amit látunk. Azt meg a legjobban úgy tudjuk, hogy nem magát a szájat rajzoljuk, hanem azt, ami körülötte van. De ugyanígy egy kézről, egy nem tudom, szemről, fülről, bármiről lehet szó. Tehát azt rajzoljuk le, ami körülötte van, és ez fogja kiadni majd magát, azt a dolgot, amit rajzolni szeretnénk. Mivel meghatározni azt, hogy mi az öröm, meglehetősen nehéz, ezért szeretném ezt alkalmazni most, amit annak idején ott ezen a rajztanfolyamon tanultam. Tehát nem azt határozzuk meg, hogy mi az öröm, hanem hozzá kapcsolódó különböző dolgokat határozunk meg, és ezek által próbáljuk meg megérteni igazából, hogy mi is az az öröm. Az öröm nem boldogság, de hasonlít hozzá. Mondhatjuk azt is, hogy egyfajta boldogság az öröm, de igazából egy sokkal mélyebb dolog magánál a boldogságnál. Tehát ezt a fogalmat is kapcsolhatjuk az örömhöz, hogy boldogság. A második az elégedettség, ami szintén az örömhöz kapcsolható fogalom. Hiszen amikor az ember elégedett, akkor valamivel teljes a lelke, akkor igazából nem vágyik többre, tehát ez is lehet az öröm egyfajta leírásának a módja. A harmadik az optimizmus. Ezek mind-mind pozitív gondolatok, érzelmek, amelyek által próbáljuk az örömöt leírni. Az optimizmus, ez nem valamiféle gyermeki rajongás, vagy valamiféle olyan gyermeki optimizmus, ami túl naív, hanem talán sokkal inkább reménységnek is nevezhetnénk. Az az optimizmus, hogy bízok abban, hogy az életemben minden aszerint alakul, ahogy én ezt szeretném. És ez örömöt okoz. És kapcsolódik az örömhöz maga a nagylelkűség is. Hiszen az öröm, a bennem lévő öröm többek között erre is tud indítani, hogy nagylelkűen álljak hozzá a körülöttem lévőkhöz, a körülöttem lévő világhoz, hiszen nem csak emberekről beszélünk, de nagylelkűen lehet akár a természethez is hozzáállni, azzal, hogy nem teszem tönkre, és óvom, vigyázok rá. A kérdés, az igazi kérdés az az, hogy van-e okunk ebben a mostani helyzetben örülni? Milyen is ez a mostani helyzet? Persze mindenkinek rögtön az jut eszébe, hogy világjárvány van, vírus van, pandémia van, és rettenetes körülményeink vannak. Igazából, persze ez is igaz, de azt szeretném, ha abba gondolnánk bele, hogy milyenek a mindennapjaink. Sokféle dologgal küzdünk. Küzdünk elkeseredéssel, sokszor küzdünk reménytelenséggel, sokszor küzdünk problémákkal,
lelki problémákkal, materiális problémákkal, anyagi problémákkal, mindenféle élethelyzetekkel. Valamennyiünk életében jelen van előbb vagy utóbb a gyász. Meg kell küzdenünk ezzel is. Egy újabb olyan dolog, egy újabb olyan probléma, amivel meg kell küzdeni. Meghatározzák ezek a mindennapi életünket. Persze vannak örömeink is, és azok ugyanúgy meghatározzák, de alapvetően az ember, hogyha az életét át gondolja, a legtöbbünknek az jut eszébe, hogy sok-sok nyomorúság van benne, sok-sok nehézség van benne. Ahogy a Zsoltáros mondja, 70 vagy 80 esztendő, és a javarésze nehézség, a javarésze nyomorúság. És ehhez jön még hozzá ez a mostani járvány, ez a mostani helyzet, ami sok-sok nehézséget okoz, hiszen bizonytalanok vagyunk. Bizonytalanok vagyunk a jövőben, hogy meddig tart, hogy mi történik. Sokféle dolgot hallunk. Egyrésztről halljuk azt, hogy nincs is járvány, nincs is vírus, összeesküvés az egész. Másrésztről találkozunk vele, hogy bizonyám a testvérem, a szüleim, a rokonaim, a barátaim közül nagyon sokan beleestek a betegségbe. És bizony voltak többen olyanok, akik az életüket is vesztették emiatt a betegség miatt, vagy ennek a betegségnek a következtében. Bizonytalanság. Kinek higgyek? Kinek ne higgyek? Egyáltalán milyen irányba fog az életem alakulni? Aztán, amit ez a mostani helyzet okoz, az elzártság, az elszigeteltség. Nagyon sokan, mivel ugye kijárási tilalmak vannak, és vagy legalábbis kijárási korlátozások vannak, és itt-ott bezárnak éttermek, kávézók, akár a gyülekezetek is, sok olyan lehetőségtől elesünk, amikor másokkal találkozunk. Még meglátogatni sem nagyon lehet egymást, egymás házába bemenni, legalábbis bizonyos helyeken. Ez az elzártság, ez a korlátozottság egy óriási teher nagyon sok ember számára. Vannak, akik mindenféle kapcsolatot elveszítenek a külvilággal, hiszen egy-két rokonuk volt, és mivel veszélyeztetettek, ezért nem látogathatják őket. Óriási nehézség ez az elszeparáltság. Magányosságot okoz. És különben is a korlátozásokat egyáltalán nem szeretjük. Mi szabadok szeretünk lenni. Mi szeretünk élni a szabadsággal, és azt csinálni, amit csak akarunk, és hogy jön ahhoz egy világjárvány, vagy egy ilyen aprócska kicsi vírus, amit nem is látunk, hogy korlátozzon bennünket a szabadságunkban. Minek lehet itt örülni egyáltalán? Pedig azt mondja az ige, hogy újjongjatok az Úr előtt, az egész földön. Pedig az egész földön vírus van, az egész földön járvány van, és korlátozás van, és halál van, és szenvedés van. Az ige mégis azt mondja, hogy újjongjatok az Úr előtt, az egész földön. Minek lehet itt egyáltalán örülni? Azt mondja a harmadik vers, itt, ahonnan olvastam a századik Zsoltárból. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Ez egy óriási ígéret. Illetve nem is egy ígéret, hanem egy bizonyságtétel. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. És mi hozzá tartozunk, mi az ő népe vagyunk. Az ő legelőjének a nyája. Mit jelent mindez most, itt az adventben? Jelenti azt, hogy Isten szeret bennünket. Számtalan helyen a Szentírásban bizonyságát adja ennek. És még ez a kép is, hogy az ő legelőjének a nyája vagyunk, azt mutatja, hogy ő a gazda, aki gondot visel ránk. Eszünkbe jön az elveszett jó példázata,
Amikor a jó pásztor képes otthagyni a 99 bárányát azért, hogy megkeresse azt az egyet, amelyik elveszett. Isten ennyire szeret bennünket, hogy utánunk jön. Hogy nem hagy bennünket magunkra, nem hagy bennünket csámborogni. Mert mi az ő legelőjének nyája vagyunk. Az ő népe, ő alkotott minket, és az övéi vagyunk. Jelenti most ebben az adventben mindez, amiről itt hallunk, hogy Isten ígéreteket teljesít be. Nem is akármilyeneket, hanem az ő ígéreteit teljesíti be. Mit is ünneplünk karácsonykor? Mondjuk, hogy Jézus Krisztus születését ünnepeljük karácsonykor. De miért jó ez? Hiszen ez csak a történet kezdete. A Jézus Krisztus születése, a megváltásunk, a kézzel fogható megváltásunk történetének a kezdete. Hiszen egy kicsi baba a világra jött, valahol egy betlehemi istálóban, egy jászolban fekszik majd, és egyszerű pásztoremberek veszik körül, meg jószágok. Miért jó ez egyáltalán? Azért, mert ez Krisztus megváltó munkájának, földi munkájának a kezdete. De ami igazán hangsúlyos nekünk, és ami az örömünk forrása lehet, ha már azt keressük, hogy minek lehet itt örülni, akkor azt kell megértenünk, hogy karácsonykor nem más történik, mint az, hogy Isten beteljesíti az ígéreteit. Az advent, a karácsony nem más, mint Isten ígéreteinek a beteljesedése. És ez az, ami az örömünknek a forrása lehet. Hogy Isten nem a levegőbe beszél. Ha megígér valamit, akkor azt ő beteljesíti. És hogyha ő azt ígéri, hogy megbocsájt nekünk Krisztusért, és a bűneinket nem fogja számon tartani Krisztusért, hanem a háta mögé veti, a tengerfenekére, olyan mélyre, hogy soha többé nem kerülnek elő. Ez azt jelenti, hogy visszafogad bennünket, hogy gyermekeivé fogad bennünket. Ez a mi örömünk forrása. És a kérdésem az, hogy vajon az élethelyzetünk, a körülményeink változtatnak-e ezen? Hogyha ha beteg vagyok, akkor nem lehet részem a Krisztus váltságában? Ha szegény vagyok, vagy ha gazdag vagyok, akkor rám nem vonatkozik Krisztus kereszt halála? Ha a legjobb munkám van a világon, és annyi pénzt keresek, hogy meg se tudom számolni, vagy ha éppen nincsen munkám, és keresek, de nem találok, és nem boldogulok, akkor rám nem vonatkozik az Isten kegyelme? Az örömünk forrása, hogy Isten beteljesíti az ígéreteit. Ezt látjuk karácsonykor, és ez független a körülményeinktől. Valamennyiünk életében igaz. Azt mondja az ige, a 4. verset olvasom. Menjetek be kapuin hála énekekkel, udvaraiba dicsérettel. Egy atyánk fia egy pár gondolatot említett meg ezzel kapcsolatban, és szeretném ezt nektek most továbbadni. Legelőször is azt mondta, menjetek be a kapuin hála énekekkel, udvaraiba dicséretekkel. Először is menjetek be a tövisből font véres kapun, hogy életetek legyen Jézus által. A legtöbbünknek mi jut eszébe erről? Fúj! Egy tövisből
tűzisből készült véres kapu mennyekén keresztül. Minek? Jó, persze azt mondja azért, hogy életem legyen Jézus által, de mit jelent ez? Egy tövises, véres kapu? Ki akar ennek akár csak a közelébe menni? Senki nem akar. De Krisztus megtette. Krisztus keresztül ment. A legnagyobb nyomorúságon bűnné lett érettünk. Hogy aztán ő feláldozva lehessen a legtökéletesebb, mindenkorra elegendő, engesztelő áldozat. És igen, ez a tövis, a tövis koronát jelzi, ami sértette a Krisztus homlokát és kiserkentette a vérét, és vérével fizetett meg azért a bűnért, amit én követtem el. Azért a bűnért, amit te követtél el. Menjetek be a tövisből font véres kapun. Megborzongunk tőle. Pedig manapság, amikor mindenféle sétáló halottakról nézünk filmsorozatokat, hát nem áll távol a mindennapjainktól, hogy ezek a véres, cafatos, nem tudom én milyen látványok ott vannak. Mégis megborzongunk, mert az a tévében van. Na de én a véres, tövises kabum menjek keresztül. Nem mást jelent ez, kedves testvéreim, mint azt, hogy vállaljak közösséget azzal, amit Krisztus tett. Hogy fogadjam el azt, hogy Krisztus igenis keresztül ment ezen. És odaadta az életét, nem akárhogy, hanem szörnyű módon, tövisek, korbácsok, keresztcipelés, keresztre feszítés, verés, gyalázás, szégyen. Keresztül ment rajta. Értem. Azért, hogy nekem életem legyen ő általa. Az ezzel való közösségvállalást, a Krisztus áldozatának az elfogadását jelenti mindez. Menjetek be ezen a kapun. Menjetek be kapuin hálaadással. Azt is jelenti ez, és nem győzöm elégszer hangsúlyozni. Menjetek be a látható kapun. Minek van kapuja? Hát a templomnak van kapuja. Menjetek be hálaadással ezeken a kapukon. Induljatok el a gyülekezetbe. Örvendezve az Úr tornácaiba, hiszen annyi okunk van rá, hogy örvendezzünk, hogy hálát adjunk. A megtartott életünk, a körülményeink, hiszen hányan vannak sokkal-sokkal rosszabb körülmények között, mint mi. És ami a legfontosabb, az a bűnbocsánat, amit Krisztus szerzett nekünk, ami semmi más úton nem lehet a miénk. Menjetek be a gyülekezet kapuján. Vigyétek a hálátokat a gyülekezet közösségébe, és örvendezzetek, újjongjatok együtt a gyülekezet közösségében az Isten megváltó szabadításán és az ő ígéreteinek a beteljesedésén. És menjetek be a mindennapok kapuin is hálaadással. Régebben gyakorlat volt ez közöttünk, most egy kicsit alább hagyott, hogy a családunkban este mindig összegyűltünk. Napzárásnak hívtuk ezt. És mindenki elmondta egy-két mondatban, egy-két gondolat erejéig, hogy mi volt az, ami jó volt aznap az életében. Lehet, hogy valaki csak egy finom borsó főzeléket evett a menzán. Még más valaki teljesen más örömöket élt meg. Jó sikerült egy dolgozat, egy vizsga, vagy sikerült elkerülni egy balesetet az autóval, vagy egyszerűen csak láttam egy kedves gesztust valakinek a
az életében. És számba vettük ott a napzáráskor ezeket az apró örömöket minden nap. És utána imádságban adtunk hálát érte. A mindennapok kapuin menjetek be hálaadással. Soha ne feledkezzetek meg arról, hogy az Úristen az, aki napokat told a napjainkhoz, az ő kegyelméből élünk. Legyetek ezért szüntelenül hálásak, és ami rendkívül fontos, hogy ezeket a kapukat, ezeket be kell vennünk. Ezeken a kapukon be kell mennünk. Nap mint nap. Mert aztán csak így mehetünk be az örökké valóság kapuin is, az Isten országába. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Óriási ígéret van ebben. Karácsonykor persze ünnepeljük majd az Úr Jézus megszületését. Aztán, hogy ez mennyire magáról az Úr Jézusról szól, vagy aztán már csak kis Jézuska lesz belőle, aztán már csak angyalka lesz, aki ajándékot hoz, aztán a végén már csak arról szól a karácsony, hogy ajándékokat vegyünk, hitelt felvéve, és nem tudom én, minél többet, minél drágábbat, mert csak az a jó, az rajtunk múlik, hogy milyen lesz a karácsonyunk. De amit fontos tudnunk, hogy a karácsony igazi üzenete, a karácsony üzenete az, hogy karácsonykor az Atya hűségét ünnepeljük. Hiszen ígéreteket tett Isten, és ő ezeket az ígéreteket hűségesen meg is tartotta. Beteljesedtek proféciák. Hiszen most karácsonykor is előttünk van, tanultuk a konfirmandus csoportunkkal, hogy közel 500, vagy több mint 500 profécia szól Krisztusról az Ószövetségben, és ezek közül mind egytől egyik beteljesült Krisztussal. Isten beteljesíti az ígéreteit. Az Ézsaiás 9:5-ben ezt írja, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. Vagy egy másik ígéret. Mikiás próféta könyvének az 5. fejezete, 1. verse. Ezt mondja. Te pedig, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. És tudjuk jól, hogy hogyan teljesült be mindez Krisztus születésekor. Hogyha kellett, akkor az Úristen népszámlálást intéztetett a császárral, hogy Máriának és Józsefnek Betlehembe kelljen menni és beteljesedjen a profécia, de Isten beteljesíti az ígéreteit. Nemzedékről nemzedékre, azt mondja az ige. És micsoda ígéret ez, ami itt van előttünk a Szentírásban, hiszen már a bűnbe esés, a bűneset során is az Úristen ígéretet tett arra, hogy el fog jönni majd, aki a kígyó fejére tapos. És végig látjuk az ígéretet vonulni az egész Ószövetségen, hogy aztán beteljesedjen az Új Szövetség kezdetén. Isten nemzedékről nemzedékre megtartja az ígéreteit. És ez az,
ami a mi adventi örömhírünk, hogy Isten neked is ugyanígy megtartja az ígéreteit. Mert hogy Istennek vannak ígéretei számodra, ígéri azt, hogy új életet ad neked Krisztus által. Ígéri azt, hogy bűnbocsánatban részesülsz, és azok a bűnök, amiket elkövettél, amik terhelik az életedet, azok nem fognak tovább terhelni. És azok a bűnök, amik elválasztanak Istentől, amik elvágják azt a kapcsolatot, ami közted és Isten között lehet, azt ő helyreállítja a Krisztusban szerzett bűnbocsánat által. Lehet Isten azt ígérte, hiszen ígérte, hogy társat ad neked. Lehet, hogy azt ígérte, hogy gyermeket. Lehet, hogy erőt a nehézségekben. Kitartást a megpróbáltatásokban. Napról napra megújuló hitet és reménységet ad és szeretetet ad. Isten mindezt neked ígéri. És most az adventben azt látjuk, azt tapasztaljuk, azt készülünk megünnepelni, hogy Isten beteljesíti az ígéreteit. Halld meg az ő hívó szavát, és add át neki az életedet, hogy mindez valóság legyen a te életedben is. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy a te igéd megszólított ma bennünket. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy számtalanszor, minden alkalommal, ha hozzád fordulunk, akkor te nem elfordulsz tőlünk, hanem szeretettel fogadsz. Megköszönjük azt, hogy így fogadsz bennünket ma is. Azzal a szeretettel, amely arra indított téged, hogy egyszülött fiadat add, hogyha mi hiszünk benne, akkor általa legyen örök életünk, és ne kelljen elvesznünk és meghalnunk. Kegyelmes Isten, imádkozunk azért, hogy hagy járja át az öröme a mi életünket is annak, hogy te ígéreteidet megtartó Isten vagy, és te nekünk is ígéreteket tettél, velünk is szövetséget kötöttél Krisztusban, és te ezt megtartod hűségesen. Így lehet nekünk, ami Urunk Jézusunk által, Jézus Krisztusunk által örök életünk. Így lehet a bűneinkre bocsánat, ami a miénk lehet, ami felszabadíthat bennünket arra, hogy örvendezve járuljunk eléd. Azzal a bizonyossággal, hogy hozzád tartozunk, és a halál erői sem vehetnek, és a pokol erői sem vehetnek diadalmat rajtunk Krisztusért. Azért imádkozunk, hogy ennek az örömhírével indulhassunk tovább. Hogy ennek az öröme járja át az életünket, és így tudjunk újjongva bemenni a gyülekezet kapuin. Krisztus megváltásának a kapuján, hálaadással a mindennapok kapuin. Hogy egykor majd, ha elérkezik annak az ideje, akkor bizalommal, reménységgel és örvendezve állhassunk meg te előtted. Ezért imádkozunk most ebben az adventben, és kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket, ami megváltó Urunk, Jézus Krisztusunk nevéért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünk a 304. dicséret, református énekeskönyvünk 304. dicséretét énekeljük, mely így kezdődik: kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Az első, a második és a hatodik verset fogjuk énekelni. Mindezeknek utána pedig Istennek népe: áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját terejád, és adjon békességet néked. Amen. Áldás békességet, Isten áldjon valamennyiötöket, és áldott karácsony ünneplést kívánok. Isten veletek!